Újbudán az önkéntes tűzoltó bajtársak létrás segítségét is kérhetném az LMBTQP szivárványos zászlajának eltávolítása érdekében, de helyi önkormányzati képviselőként mégiscsak úgy illő, hogy kvázi hivatalosan magam vonjam le a homoszexuális propaganda zászlaját. Az ország ötödik legnagyobb önkormányzata, Újbuda is garázdaságot kimerítő módon felvonta a sokakban megbotránkozást kívántó LMBTQP zászlót. Ezért helyi önkormányzati képviselőként kötelességemnek érzem annak eltávolítását, a törvényes rend helyreállítását a szivárványos lobogó levonásával és hát el is tüntetésével. Egyúttal elvárom a garázda elkövetők rendőrségi előállítását. A dr. Gauni Nagy Tamás vezette Nemzeti Jogvédő Szolgálat állásfoglalása is rögzíti, hogy idézem, a balliberális városvezetés e kártékony és kihívóan közösségellenes mozgalom szimbólumát a patinás önkormányzati középületünkre, a fővárosi polgárok normalitáspárti többségének meggyőződését, érzületét súlyosan sértő módon megbotránkozást kiváltva és a helyi közakarat ellenében helyeztette ki. Ezzel minimum a garázdaság szabálysértését követte el. Ezzel össze meg is volnánk. Egyelőre azt hiszem, hogy fél ágócra talán visszahúzhatjuk. A DK fővárosának minősülő Újbuda immár a homoszexualizmus fellegvára is lett. Idén itt rendezik meg az LMBTQP propagandasorozatának legtöbb rendezvényét. Ráadásul egy olyan önkormányzati művelődési házban, mely egész augusztusban semmilyen más rendezvénynek nem biztosít helyet, csak ennek a szexuális aberrációk közfeladatnak nem minősülő népszerűsítésének. Panaszt is nyújtottam be a jegyzőnek, hogy önkormányzati képviselőként is kirekesztenek ebből az önkormányzati intézményből világnézeti okok miatt, ugyanis a homoszexualitástól a pedofiliáig fél tucatnyi devianciát népszerűsítő rendezvénysorozat házi rendje szerint a más véleményt képviselők nem vehetnek részt az eseményeken.